Rakd fölre ezt a folyamot, és hallgasd meg, de napi háromszor. Akkor azt mondta, hogy hát hülye vagyok én. Na, az volt az a pillanat, amikor gondolkozott. Ezért akármilyen hülyén hangzik, fölvenni Magnóra a monológiainkat, ameddig nem hallgatjuk meg kívülről, hogy mi történik, velük fogunk élni. Kedves ismerősöm ezt úgy mondja, hogy mindenkinek van egy krónikása. Ez a krónikás belül olyan jól tudja, tudjátok, mint Téródi Lantos sebessére, jó, az döbbenetes, amikor például szoktatok esküvőkre járni? Ilyen lakziba, vagy ilyesmi? Hát csak módjával, igazatok van, hát nem, hát az ember temetőbe megy, az rendes dolog. Hogy akkor van egy olyan igazi násznagy, hát hogy annak milyen betanult szöveg van a fejébe, egész ijesztő nekem. Azért, mert látszik, hogy nem is gondolkozik közben. Tehát egy ilyen üveges párás tekintettel, de tényleg ilyen gomnyomással. Hihetetlen, hallottam már egy pár ilyet, és sokszor megkérik, egy nagy udvarjasak szoktak lenni, hogy az esküvői szertartásba is egy picit hagy ő. És akkor azzal, hogy mielőtt meghúznánk a csöngöt, meg a harangó, kipenderül. És akkor ez az üveges szemmel, mert nem kell gondolkodni, hogy csíjel eltól egy négy sorost. Azt is lehet látni, hogyha elfelejti, van azért annyi lélek jelenlét, hogy különösebb gondolkozás nélkül a rímeket megtalálja. És ilyen teljesen hasznavehetetlen, értelmetlen dolgokat mond, de nagyon odavaló. Ez átment már, túl volt a határon. Nem, ez benne volt. Ez benne volt. Tehát ott kipenderül, és akkor el... De ilyet már hallottatok, nem? Nem? De. Marian, te hallottál ilyet? Hát akkor mindenki hallott. Marian hallott ilyet. Szóval kiáll, és akkor elmondja a négy sor. Itt vagyunk a templomba, az ő legény, amely asszony. Most pedig eljön a pap ideje. És akkor megbeszélem vele, hogy a végén, hát jó, hogy ő majd el akarja mondani ilyen násznagyszerűen, hogy hát igen, hogy majd most akkor vonuljon ki a násznép, és ott akkor lehet gratulálni az ifjú párnak, és akkor mondom, hát az legyen a végszó, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. És akkor ő áll, és én mondom, hogy ott mondja Feri, hogy Atya, Fiú, Szentlélek nevében. És olyan, a vége van a misérnek, itt van már az ifjú feleség és az ifjú férje, és most el is indulnak nagy orsura szóval, és találkoznak nagyként a templomban a gász népel, akik gratulálnak neki. Na, ezt csináljuk. Hát ilyen, és akkor így elmondjuk a saját életünk történetét. Ismerős ez? Tehát konkrét helyzetekben is tudjuk szívni magunkat. Na, de van ám átlátásunk is. De rá is látunk azért a dolgokra. És akkor mondjuk, a Feri, akinek van egy iker testvére, nagyon szanyarú gyerekkora volt, mert a szülei nem szeretnék egymást, nagyon is váltak, mikor serdülő volt, és az anyja nővér van, a pilóta, a feleség volt, és jó, és így nem volt otthon, és sok már... Nem tudom, hogy ez most közel hozott hozzátok valamit. De nagy dolog azt mondja, nász nagy uram, penderüljön a vacsorához, azt egyen addig, még mondom. Legyen már egy kis csönd. És már hagyjuk ezt a...
Tehát nem csak a konkrét helyzetben tudom mondani, hogy vezetek, és hogy nem lett, hogy tudok ilyen hülye lenni, hogy nem indulok el időben, és ezek az emberek tudnák, akkor és mit képzelte magadról, te még az volt, hogy pap vagy, amikor nem tudsz időben elindulni, hanem az egész élet történetünkre vonatkozóan is csináljuk. Jól begyakorolt négy sorosaink vannak. Ha az anyám jobban szeretett volna, nem is lenne ilyen sanyarú a sorsom, és a gyerekemet se bántottam volna így, de már késő. Na, jó van, nem tudom, most mit csináljunk még ma, mert mit nem kaptatok még ma meg. Jó. Azt mondja, hát azért is egy prima primissima díjat szerintem. Az... Szóval gyerünk, adjuk az anyagot. Most akkor...